közkedvelt mesét, a Vukkot vitték színpadra március 11-én a Közösségi Házban. A gyermekeket a Pódium Színház művészei szórakoztatták. A televízióból és könyvből is jól ismert Fekete István művet ezúttal zenés betétekkel megfűszerezve vitte színpadra a társulat. A mesejátékban a kis vörös róka kalandjait kísérhették végig a gyerekek. Láthatták például, hogyan próbálta elkapni a kis vuka békát, az öreg karak hogyan tanította meg őt vadászni, vagy azt is, hogyan szabadították ki Cselét, a rókalányt. A történetben természetesen a sima bőrű, Vahúr és a többi szereplő is színre lépett. A teltház előtt bemutatott darab ez alkalommal is nagy sikert aratott a gyermekközönség körében.